Írja be a retkes Attilát az emberek szavaihoz. Jess korong. 20:22-07-17:12:37. Szivar vagyok, elégetem a számot. A magyar folklór és a kortárs improvizációs zene kiváló minőségű szimbiózisát a Klár Hajdu Kvartett és a Mihály Borbéc larinetos szaxofon együttműködéséből született. Az én éneklési albumom ritka kincs. Nagy meglepetés volt egy professzionális körben, hogy Klára Hajdu, egy nagyon kedves jazz énekes, nagyon kész és kreatív volt, és a Kárpát-medence folklórjának újraértelmezésére szándékozott. Igaz, hogy a múltban egy fanatikus zenekarral énekelte ezt a repertoárt, és ez volt az a tény, hogy a magyar dalokat mindig a show-ban mutatták be, de 2008-ban a saját kvartetje teljesen más volt. A 2013 évi debütáló albumuk szerint a Contemporary Jazz, amely nagyszerű lehetőséget kínál a Klára zeneszerző képességének kiváltására. A dráma szabványok, a Korsél Fekete Kovács 2015-ben, tiszteletben tartva az életművét szimbólumot, és a 2020-as utazás megerősíti a dal énekesek hozzáállását. Az utolsó albummal Klára elnyerte az év Singer címét a két hazai jazz profi portál szavazásában. A fújódalom nem felel meg egyetlen sornak, egyedi produkció, és nem lehet megismételni a zenekar tagjainak általános szolgáltatásai, amelyek Quinten-vel vannak felszerelve. Nagyszerű lehetőséget látok, amelyet a nagyvárosi környezetben a fiatal és a középső jazz rajongók ismernek, és hasonlóan a magyar népzene ezen album segítségével, a The Beauty Like Divers segítségével. A zongorista, Gábor Czkean nagyon profi zenész és nagyszerű zeneszerző. Az elrendezés viszont még mindig van, nagyon meglepő és változatos kontextusba helyezték a magyar népdalokat. A Bass Máron Sós nem csak egy megbízható ülészenész, szólója jelentősen gazdagodik. A nagy felfedezés Richter dobos játéka, Ambrus, nem csak a fiatal tehetség, hanem egy pesgő és stílusos zenész is. A Kossuth Mihály Borbé díj nyerteseről azt mondták, hogy gyönyörű és jó az elmúlt néhány évtizedben, teljes jogokkal. Ugyanakkor ismét kijelenteni kell, hogy a hagyományos magyar szélszervek bevonása a jazzbe egy nagyszerű felfedezés, amely megújítja és frissíti az egész magyar jazz életet, segítve a nemzetközi hírnevét. Barber szintén nagymester ebből a népi műszerből és két szélből, klarinétból és szaxofonból, amelyet a jazzben használnak.